Köszöntöm Önöket! A mai víkendben lesz szó többek között az iparművészetről, könyvtári programokról és az újfehértói gépészkovás találkozóról is. Első vendégem pedig már itt ül velem szemben, köszöntöm Nemes Nagy Tündét, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének vezetőjét. Szia! Szia! Rengetegszer voltál már vendégem, de ebben a témában abszolút nem. Önkéntesség, közösségi szolgálat. Hogyan kapcsolódhatnak be a ti mindennapjaitokba akár a diákok, fiatalok, vagy éppen érdeklődő önkéntesek, akik igenis segíteni szeretnének nektek, és talán megismernének titeket? Az önkéntességet és a közösségi szolgálatot azt ketté szoktuk választani, habár tulajdonképpen majdnem ugyanaz. Önkéntesek felolvasnak nálunk az egyesület stúdiójában. Ők főleg tanárok a gimnáziumokból, vagy az egyetemről, vagy vannak zenész önkénteseink is, akik felolvasnak, illetve vannak a közösségi szolgálatosok, akik különböző projektekbe tudnak bekapcsolódni, mint például most 3 éve fut már a Közösen egy közösségét projektünk az Új Európa Alapítvány támogatásával. Érettségi tételeket, témaköröket olvasnak föl. Első évben a Kölcsei Gimnázium tanulói magyar irodalom és nyelvtan tételeket készítettek hangos formában. Tavaly évben a Kossuth Lajos Gimnáziummal közösen ugyanúgy a kölcseisek történelmi és angol témaköröket olvastak föl. Idén pedig túl vagyunk a próbaolvasáson. A Vasvári Pál Gimnázium és a Kossuth Lajos Gimnázium tanulói biológia és földrajz témaköröket fognak felolvasni érettségizőknek. A közösségi szolgálatot teljesítő fiataloknak le tudjátok igazolni ténylegesen a közösségi szolgálatot, hiszen most már van ez a 50 óra kötelező idézőjelben ahhoz, hogy ugye teljesíteni tudják az érettségit. Igen, le tudjuk igazolni, minden iskolának van erre. Tehát nem egységes az a könyv, kiskönyv, vagy közösségi lap. Behozzák hozzánk a diákok, és leigazoljuk. A legtöbb, ami adható, az egyszerre 3 óra, de mondjuk egy érettségi tétel felolvasásáért szoktam leigazolni 1 és 3 óra közötti időt. Tehát hát az óriási függ, igen, segítség. Hogy így van, mennyi időt töltenek nálatok. Engem az is érdekel, hogy mennyire nyitottak mondjuk felétek a fiatalok, tehát akár mondjuk a közösségi szolgálaton belül, hiszen vannak itt különböző iskolák, akikkel együttműködtök már évről évre, de azért szeretnek veletek együtt dolgozni, együtt gondolkodni? Igen, szeretnek. A kollégáimmal nagyon fiatalok vagyunk, és lendületesek, és gazdag humorral vagyunk megáldva, és tudunk a fiatalokkal... Ezt én is tudom tanúsítani. Tudunk a fiatalokkal együttműködni, megtaláljuk hamar a közös hullámhosszot. Van, akik évek óta visszajárnak hozzánk, közösségi szolgálaton túl is önkénteskedni, és személyes segítséget nyújtanak az egyesületi rendezvényeken, tehát itt olyanra kell gondolni, hogy ha nem a megszokott környezetünkben tartunk például egy karácsony ünnepséget, akkor jönnek az önkéntesek és a közösségi szolgálatosok, és például felkísérik az emeletre a látássérülteket, vagy pedig a kezükbe adják a pohár vizet, vagy a tálcán kis tányérban a süteményt, vagy pedig elkísérnek minket egyesületi kirándulásukra, és itt is segítséget nyújtanak. Igen, tehát azt gondolom, hogy megtaláljuk velük a közös hangot. Gondolom egy-egy közösségi szolgálatot teljesítő diáknak, vagy önkéntesnek, legyen az felnőtt, vagy éppen még iskolás, mindenképpen meg kell tanítani, meg kell mutatni az első pár alkalommal, hogy hogyan közelítsenek felétek, hogyan tudnak helyesen segíteni nektek. Ez így van, jól gondolom? Igen, ez így van. Amikor beindítunk például egy projektet, ezt a közösségi szolgálatos projektet, akkor az adott iskolákban érzékenyítő órákra járunk, ott az ő közegükben mutatjuk meg nekik, hogy hogyan tudják a látássérülteket segíteni. Amikor beindul a projekt, például akkor a mi közegünkben megmutatjuk nekik, hogy itt hogyan kell helyesen kommunikálni velünk, hogy hogyan kell helyesen felolvasni, tehát valahol instruáljuk őket, hogy például a szó végét ne harapják el, hogy ne hadarjanak, hogy hogyan lesz ebből érthető olvasás. De ugyanezt az önkéntesekre is rá szoktuk szabni, tehát akik már felnőttek, hogy úgy lehet nálunk valaki például önkéntes segítő egy élelmiszerosztáson,
hogy megmutatjuk neki is értékenyítő foglalkozás keretében, hogy hogyan kell a látássérülttel aláíratni egy nyomtatványt, hogyan kell a kezébe adni helyesen egy csomagot, hogyan kell őt kikísérni vagy bekísérni az irodába, tehát ő mindenre oda szoktunk figyelni. Ami még engem érdekel, az az, hogy a felolvasásnál milyen hangokat kerestek, mi az, ami nektek tetszik esetleg jobban, férfi, női, fiatal, idős, mélyebb, magasabb? Hát az az igazság, hogy nekünk mostanában hölgy felolvasókból van a több. Tehát akkor a férfiúk most rohamozzanak meg titeket? Igen, igen, tehát mindenki azt gondolja, hogy ó, elmegyek a vakokhoz és felolvasok, igen, ez így nagyon szép történet. Csak ezt mi próbaolvasásként szoktuk, mert nem mindenkinek alkalmas a hangja, tehát kemény tájszólással, hadarással, racsolással, tehát valaki beszédhibás, akkor ezt nem azért utasítjuk el, mert, hanem azért, mert hogy egy felolvasónak tökéletesnek kell lennie. Tehát a szavak végét nem szabad elharapni, folyamatosan kell kommunikálni, tehát együtt kell dolgozni a stúdió vezetőjével, tehát nagyon-nagyon sok mindenre oda kell figyelni egy felolvasónak. Én remélem, hogy a következő hónapokban itt a nyári szünet és rengetegen gondolják majd úgy, hogy szabadidejükben, a vakáció alatt, vagy éppen szabadságukat töltve meglátogatnak majd titeket, és önkéntesek lesznek, vagy éppen a közösségi szolgálatot választják nálatok. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. A kedves nézőknek pedig ajánlunk egy kiállítást, hiszen Szepesi Béla grafikus művész alkotásaiból nyílt tárlat a Nyíregyházi Városi Galériában, már is jönnek a részletek. Különleges és egyedi tárlat nyílt a Nyíregyházi Városi Galériában. Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet vezetőjének kiállítása egy történelmi panorámaképet ad a 16. századról. A tükör által homályosan toposzt az európai kultúrtörténetben már 2000 éve visszatérő jelenség, erről kapta a tárlat is a címét. Ennek gyakorlati bemutatását a tükrös körhengerek segítik, amelyek átvitt értelemben és szó szerint is lehetőséget adnak a látogatónak, hogy bepillantást nyerjen az adott korba. A tárlatot Buhály Attila történész nyitotta meg. Van egy olyan segédeszköz, ami gyakorlatilag kiterjeszti a látásunkat, ugyanakkor ugye nem elég kidolgozott ahhoz, hogy ezt tökéletesen meg tudja tenni, és ezért ugye nem a maga valóságában adja vissza azt a valóságot, amit meg akarunk ismerni általa, és ezért voltam kíváncsi magára a kiállításra is, hogy lehet ezt megjeleníteni ilyen művészeti eszközökkel, és hát érdekes látvány, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy az a ugye nem sík forma tükör, ami gyakorlatilag elősegíteni a tökéletes valóságnak a tökéletes leképeződését. Szepesi Béla már a középiskolai éveiben elkezdett foglalkozni a képzőművészettel, több határon belüli és túli művésztelepnek is alapítója vagy vezetője. A most kiállított műveiben a kor meghatározó személyiségeit, így például II. Lajos magyar királyt és első Ferenc francia uralkodót is megjeleníti, de hétköznapi polgárokat is ábrázol. A galéria falain azokat a vázlatokat tekinthetik meg a látogatók, amelyeket a művész évek óta folyamatosan készít. Egyszer csak megálmodtam azt, hogy mi lenne, hogyha ez egy ilyen anamorfózissal lenne összekapcsolva. Ugye anamorfózisnak nevezük ezt a jelenséget, amikor tükörből vagy egy látható az igazi kép, és az elsődleges ránézésre egy torz képet pillanthatunk meg. És akkor így ezekből a vázlatokból kezdtem el kikanyarítani ezt a fajta rendszert. És hát hozzá kapcsolódott most az, hogy pont a reformációnak az 500 és évfordulóját ünnepelhetjük, vagy erre emlékezünk ebben az évben, és hát kialakult egyfajta olyan gondolat, hogy egyfajta történelmi áttekintést szeretnék adni erről a korról. Tehát nem kifejezetten a reformációra gondolok, inkább annak a gondolatiságára, ahogy ezek a körhengerek arra késztetik az embert, hogy körülnézzünk, tehát szó szerint is és átvitt értelemben is nézzünk körül, itt és ebben a korban is. Hiszen nagyon összetett jelenségekről van a szó, és talán sok minden a mai kornak is üzenhet, mert vannak olyan állomáshelyek a történelemben, és vannak olyan pontok, amelyek néha kísértetiesen ismétlődnek. Tehát szinte azt láthatjuk a mai napság is, hogy 1517-ben még semmit nem gondoltak arról a veszedelemről, amit a török fog jelenteni majd a magyarság számára,
és hát olyan furcsa összefonódásra jön rá az ember, hogy első Ferenc francia uralkodó, nagy keresztény uralkodó szövetkezett Szulejmánnal, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük Mohácsot is. Tehát vannak olyan érdekesen felvető dolgok, hogy az ember csak néz itt, mint vak a moziba, és közben a kutatásaim során jöttem rá arra, hogy gyakorlatilag ebben az időszakban Magyarországnak egy szövetsége volt Anglia, és nem is tudhattunk róla. Tehát ilyen egészen furcsa, hogy a török elleni küzdelemhez 8. Henrik angol király nyújtott anyagi segítséget a magyar királyságnak. Tehát nagyon sok mindenbe, hogyha az ember beleturkál így a történetbe, akkor rábukkanhat olyan analógiákra, amelyek ma is használatosak lehetnek. A megnyitón az is elhangzott, a tükrös körhengerek segítségével olyan összetett jelenségeket lehet ábrázolni, amelyek a mai kor számára is fontos üzenetek lehetnek. A tárlat július 22-ig látogatható a Nyíregyházi Városi Galéria földszinti kiállító termében. Már javában tart a nyár, és egyre több esküvőre kaphatunk mi is meghívást, és gyönyörű szép mennyasszonyi ruhákat lehet látni. De nagyon sokan vannak, akik nem szeretik a standard, trendy mennyasszonyi ruhákat, hanem egy kicsit finomabb vonalat, stílust választanak, ők keresik meg az igazi iparművészeket. Vendégem Végné Pap Ildikó, az Ildikó Szalon vezetője, szervusz! Gyönyörű szép ruhákat hoztál ide a stúdióba, ezekről is beszélgetünk akár majd külön-külön, de azért jól tapasztalom, jól érzékeltem, ahogy mondtam, tehát, hogy sokan megunták már ezeket a nagy habos-babos, vagy éppen sellőfazonú trendi ruhákat? Igen. Úgy érzékelem, hogy nagyon sokan szeretik jól érezni magukat a saját esküvőjükön, és azért jönnek hozzám, hogy valami szolidat, de valami szépet, valami egyedit, és az ő testalkatukra készítsünk. Ez milyen fontos szó volt, hogy egyedi, mert nem feltétlen arról van szó egy ilyen ruha esetében, ugye, hogy a válfáról leakasztjátok, és akkor állítgatjátok a fűzőt, hogy a 60 kilós hölgyre ugyanúgy jó legyen, mint a 80 kilós kicsit teltebb hölgyekre, hanem itt tényleg egyedileg készítitek a ruhákat, és egyedi, gyönyörű szép ruhákat kaphat az adott mennyasszony. Mi az, ami fontos ezeknél a ruháknál? Tehát mitől lesz iparművészeti egy mennyasszonyi ruha? Hát ez attól lesz iparművészeti, hogy valaki ezt megálmodta, és valaki megalkotta, és egy picit találunk benne romantikát is, egy kicsit a gyöngyök, a kicsit a csipkék, egy kicsit franciás, egy kicsit iparművészeti, egy kicsit romantikus, egy kicsit a fodrok, és szerintem ezt nagyon sokan szeretik. Mind a három ruhán gyönyörű szép csipke borítás látható, akkor az iparművészetbe is belopta magát ez a fajta trend, tehát az elmúlt években nagyon sok mennyasszonyi ruhánál láthattuk a csipkét, ti is tudtok ezzel dolgozni és élni. Milyen ruháknál érdemes ezzel borítani esetleg a felső rétegeket, mert láthatunk különböző fazonú ruhákat is itt? Hát szerintem minden ruha elviseli a csipkét, akár a ráncos, akár a szűk, akár a loknis. Ez mindenkinek a saját ízlése, meg a kérése szerint kerül rá. Tehát ki mennyi pénzt szán egy ruhára, azt szerint díszítjük. Milyen anyagokkal szeretsz dolgozni? Hát mennyasszonyi ruhát szaténokkal készítünk, mennyasszonyi ruha szaténokkal, elasztikus szaténokkal, csipkékkel, és a belsejét pedig gyors vászonnal béleljük. Ez miért fontos? Hogy a bőrüknek az egy kellemes legyen. A mennyasszonyok nagyon izgulósak, már a próbán is izzadnak, és belülre betesszük nekik a gyors vásznat, ami a bőrükkel érintkezik, és egész estére egy nagyon kellemes érzés nekik. Lényegében felszívja az izzadságot ez az anyag? Igen, és szellőzik. Ami nekem furcsa volt ezeknél a ruháknál, ahogy így emelgettük a próbababákat, mikor behoztuk őket ide a stúdióba, hogy nagyon könnyűek. Ez mitől lehet? Mert hogy azért a legtöbb, mondjuk ilyen válfás, bérelős mennyasszonyi ruha, nagyon vaskos, nagyon nehéz, ezek meg ilyen kis pihepuha kis lengeruhák, még a nagy is. Igen.
Hát azért nincsen benne annyi réteg, mert végül is van a csipke réteg, van a szatén réteg, uh-huh. és van a gyorcsvászon réteg, és a szoknyájánál vannak egy-két sor tű réteg van, de igazából nagyon kevés ruha kap abroncsot. Az abroncs is külön fölvehető, és hogyha a mennyasszony nem szereti, akkor azt le is tudja venni menet közben, hogyha táncolásban esetleg akadályozza, le is tudja venni, de nagyon sok ruhához nem teszünk abroncsot, sőt, nagyon sokan nem is kérik az abroncsot. Kik keresik ezeket a fajta iparművészeti mennyasszonyi ruhákat? Van esetleg egy olyan réteg, akit abszolút be lehet azonosítani? Hát szerintem most nagyon sokan jönnek, és nagyon sokan keresik azt, hogy egyedibe készítsünk nekik. Uh-huh. Én úgy érzékelem, hogy most nagyon sokan szeretik azt, hogy levegyük a méretet, és pontosan rákészüljön a ruha. Ezek vadonatúj ruhák, ezek méretre készülnek, csak egy pár darabot tartunk a boltba, hogy meg tudjuk mutatni, vagy esetleg be tudjuk próbálni. Ezek csak mintául szolgálnak, ugyanakkor megvásárolhatóak, de általában mérték után készítjük. A higiéniával kapcsolatosan ugye ezeknek a ruháknak előnyük, hogy tényleg nem volt előtte száz mennyasszonyon, hogy ugye évek óta esetleg kiadják egy nyáron akár többször is. Kik keresik még talán pont emiatt, a higiénia miatt ezeket a ruhákat? Hát jönnek a fiatalok, jönnek a másodesküvősek, jönnek a kismamák, jönnek a teltek. Igen, a kismamáknak talán még fontosabb ez a dolog. És az egyik ruhán a bal szélsőn láthatunk egy gyönyörű, szép, nagyon érdekes virágos nyakéket, illetve a középső babán is van egy csodaszép nyakék. Azért fontos, hogy egy ilyen ruhánál gondolom megfelelő ékszert, vagy megfelelő kiegészítőket viseljünk. Ezek is iparművészeti termék? Igen, igen. A lila nyaklánc az igazából az egy gyurma ékszer. Gyurma ékszer? Igen, és azt egy debreceni iparművész készítette, ő egy világhírű iparművész, és teljesen mindent kézzel formázott rajta. A másik ékszer is egy iparművész kislány csinálja, azokat is ilyen orvosi fémmel és ilyen allergiamentes szálakra készíti. Azon gondolkodom, hogy mennyire divatosak ezek a kis kabátkák, tehát hogyha már a kiegészítőknél tartunk, haladjunk nyaktól lefelé, most a nyakékekről beszéltünk. Az egyik egy szolidabb, a másik pedig csipkeborítású, az számomra egy kicsit bevállalósabb és vagányabb. Melyiket szeretik most jobban talán, hogy látod? Hát mi mindegyiket meg szoktuk mutatni, uh-huh. és ők választanak. A kis kabátoknak az a lényege, hogy amikor van egy templomi esküvő, vagy egy polgári esküvő, oda illik fölvenni, és amikor már bemennek a vacsorálóhelyre, akkor már ők azt leveszik. Kényelmesebb úgy étkezni, de a templomi esküvőben, ahol hideg van, vagy a szertartás alatt, ezt így illik, hogy beborítják a vállaikat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, sok mindent megtudtunk akkor az iparművészetről, a mennyasszonyi ruhákról. Egy biztos érdekességképpen el lehet mondani, hogy azért ezek a ruhák majd fele áron készülhetnek el, mint mondjuk egy ilyen bemegyünk az üzletbe, és kölcsönzünk valamit, ami már előttünk esetleg 10-20 mennyasszonyon volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, önöknek pedig programajánlóval készültünk. Rengeteg nyári programmal kedveskedik a fiataloknak is a megyei és városi könyvtár. Erről beszélgetek vendégemmel, a könyvtár vezetőjével, igazgatójával, akit egyből megkérdezem, hogy milyen volt az ünnepi könyvhét, ugye már a lecsengések, a visszajelzések időszakát éljük, miket tapasztaltatok?
Köszöntöm a nézőket. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak, sokan éltek az ingyenes beiratkozás és az amnestia lehetőségével, és minden programunkon sok érdeklődő volt. Ugyanúgy a fiataloknak, gyerekeknek szánt programok, mint a felnőtt programok, az író-olvasó találkozók jól sikerültek, Nagy Zsuka bemutatkozása, új kötetének megjelenése, az rengeteg érdeklődőt vonzott, és természetesen az országos jelentőségű írók, költők, mint Zalán Tibor, Seny Gábor, Petőc András, ők is nagy érdeklődésre tartottak számot, és sztár vendégünk, hogyha mondhatom így, Hegyi Barbara is sok látogatót csábított a térre, és nagyon izgalmas beszélgetés zajlott vele is. Úgyhogy csak pozitívumot tudok elmondani az ünnepi könyvhétről. Jól sikerült a Star Wars attrakciónk is, sikerült első helyezettet hirdetni a jelmezversenyben is, és azt egy ünnepélyes keretek között zártuk le 13-án. Rengeteg mindennel foglalkoztok, és most sem dőltök hátra. Fotóklub is lesz, és hát rengeteg nyári program. Mire hívnád fel a nézők figyelmét? Elsősorban a fiatal korosztályt próbáltuk megcélozni. Ugye nekik most nyári szünet van, talán több szabadidejük van, vagy az a kis szabadidő, ami a nyáron adatik, szeretnék hasznosan eltölteni, és erre adatott a belváros szívében lévő szép megyei könyvtár. Tehát egy kamasz fotóklubbal a fotózás és képszerkesztés iránt érdeklődőket céloztuk meg. Július 1-jéig lehet jelentkezni, akit érdekel. A honlapunkon megtalálja bővebben, hogy milyen e-mail címre adja meg az adatait, és értesíteni fogjuk, mert egy olyan minimum 5 főnek jó, hogyha összegyűlnek, és akkor kialakítunk egy tematikát, de természetesen szeretnénk meghívni a városban nevesebb fotósokat, fotóművészeket, akik egy kis praktikát, kulisszatitkot tudnak elárulni a klub résztvevőinek, és természetesen ugye az alkotás élménye, mert hogy a könyvtár nem csak az olvasás népszerűsítését célozza meg, hanem tartalom szolgáltatóként és tartalom létrehozóként is szeretne a 21. században jelen lenni, így a fiatal korosztályt az alkotásra bíztatjuk, és a saját alkotásaikat majd egy kiállítás keretében bemutathatják. Akkor már csak ezért is érdemes részt venni ezen a bizonyos táborban, klubban, szerintem érdemes jelentkezni. Van valami, nem tudom, a korlát már, mint hogy hány évestől, hány éves korig várjátok, vagy csak így, hogy kamaszok? A középiskolás korosztályt céloztuk meg, elsősorban így van. Ugyanez vonatkozik a kamasz teraszra is, ami a könyvtárunk teraszán lenne. Nagy Zsuka költőt kértük fel a klub vezetésére, amatőr írók, költők jelentkezését várjuk, és természetesen a részletekről bővebben tájékoztatjuk majd az érdeklődőket. Igazodni kell a szabadságolásokhoz, a nyárhoz, a különböző programokhoz, de bízom benne, mert már van visszajelzés, érdeklődés. Valamint a Vécsei utcai fiókkönyvtárunkban könyves Facebook kihívás programmal szintén a kamaszokat céloztuk meg, hiszen a legjobb ajánló, könyves ajánló, hogyha a saját korosztály ajánlja saját korosztályának. Szívesebben veszi, mint hogyha a felnőtt szülő, pedagógus vagy könyvtáros ajánlja az adott irodalmat. Rövid könyves ajánlót várunk a diákoktól, a legjobbak felkerülnek a Fiók Könyvtár Facebook oldalára, és minden esetben díjazásban részesülnek. Meseíró pályázatot is hirdetett a Vécsei utcai Fiók Könyvtár, ezt már korábban, de meghosszabbítottuk augusztus 15-ig. Olyan mesével pályázhatnak, amely még eddig nem jelent meg se nyomtatásban, se online formában. Minden részletes információ, hogy 10 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméretben hova juttassák el online formában.
Bocsánat, már fél percünk maradt, és csak egyetlen egy gyors kérdés. Szinte majd minden évben szoktatok ilyen olvasási versenyt hirdetni nyárára, hogy ki mennyi könyvet olvas el, vagy így, vagy úgy. Most van valami hasonló rendezvényetek, programotok? Az Örökösföldi Fiók Könyvtárunkban Légy te is könyvhódító címmel indítottuk el a szokásos könyves küldetésünket, kihívásunkat, így különböző korosztály, alsó-felső középiskolásoknak van egy ajánlott lista, abból tudnak választani, nem elég, hogy elolvassák a könyvet, tartozik hozzá egy feladatlap, azt kitöltik, egész nyáron tart a folyamat, a küldetés, és majd októberben az Országos Könyvtári Napok keretében fogjuk díjazni a hódítókat. Rengeteg minden van, de én is azt javaslom, amit már te is említettél, hogy a könyvtárnak a honlapján lehet tájékozódni mindenféle programról, kiállításról, klubról, és így tovább. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, mi pedig nem sokára jövünk vissza természetesen a Weekend második részével, a híradó után.